Sziasztok! A mostani videóban meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen ruhákat viselek egy héten keresztül. Ma hétfő van, és itthonról fogok dolgozni, csomó kisebb és nagyobb projektem van, és alig várom, hogy megoszthassam őket veletek, viszont addig is itthonról ügyeskedem, és mutatom is, hogy mit viselek ma ehhez. A felsőm az rából van, nagyon jó kis puha anyaga van, és ez egy szetben volt, van hozzá egy fehér rövid nadrágom is, ami amúgy nyára tök jó. Azzal a céllal vettem, hogy jogázni fogok benne, annyira arra nem vált be, és ugyanebből a szedből van még egy zöld színű, azt is nagyon szeretem, de azt a jogázásra szoktam használni, hanem csak így, ha valami kényelmeset szeretnék felvenni, akkor azt választom, továbbá van néhány olyan akár kinti szett is, amihez tök szívesen felveszem a felsőket, mert szerintem amúgy tök jól néz ki. A nadrág az az About You-ról van, a Leisure márkától. Lehet, hogy nem így kell ejteni, de ezt most engedjük el. Én így ejtem, hogy Leisure, és egyébként tényleg tök jó ilyen Leisure kis darabjaik vannak, úgyhogy lehet, hogy bennem ezért is maradt meg így. Egyébként ez a nadrág 34-es, és hát láthatjátok, hogy most itt amúgy ekkora a combocskám, és azért viszonylag bő, szóval ez a legkisebb, amit tudtam választani, de én amúgy nagyon szeretem az ilyen bőfazonú dolgokat. Van hozzá egy pulcsi a nadrághoz is, úgyhogy mutatom is. Szóval meg lehet venni őket külön is, de szerintem tök buli volt is szedbe, és már nagyon régóta szerettem volna egy ilyet. Itt a hasánál össze lehet fűzni, lazán is lehet hordani, de szerintem így jobban néz ki, így passzol a nadrágnak a felső részével is, és egyébként egy szörnyen jó puhi kis anyaga van belülről is. Szerintem nagyon megérte, én nagyon szeretem és örömmel viselem. Mutatom is a csodálatos keddi napon ezt az outfitet. Egy bőrcseki, a Bershkából van, azt hiszem ősrégi, itt felül már foszlik az anyaga egyébként, szóval tényleg nem egy mai darab. A vállán viszont van egy szívecske, és ezért hagytam meg ezt a jackit. Ezt a Balaton Soundon valaki a vállamra nyomta ezt a matricát, és azóta se jött le magától, én pedig nem szedtem le, úgyhogy ez így rajta van. Ezt a jackit veszem fel, egy fehér kis lenge pulcsi van rajtam, azt hiszem New York, Parker, fekete Nike leggings és hosszú szárú fekete Converse. Ez a mai szettet. Üdv szerda, nézzük is a mai szettet. Van rajtam egy Levi's napszemüveg, egy fosszil óra. A hajamba tettem egy kis kiegészítőt, amit még egy dalarnás eseményen kaptunk ajándékba, és ilyen kis pöttyös, szerintem nagyon aranyos, és gondoltam, szuper kiegészítője lenne a mai ultra fekete outfitemnek, úgyhogy ezt így beledobtam a hajamba. A pulcsim megint csak Leisure, az About You-ról. Könyveljük el, hogy így kell most rejteni, jó? Köszönöm szépen! Továbbá a táska az Calvin Klein, a nadrág az Nike, és a cipőm pedig Converse. Ez a Converse is most egy új szerzemény a tegnapi hosszú szárúval együtt. Mindig is hatalmas Converse fan voltam, és lelkes viselője ennek a márkának. Nagyon sokáig ezt a fehér, sima, talpú, hosszú szárú Converse-emet viseltem, viszont most megláttam ezt a két ilyen platformosat, és ennek még különlegesebb a talpa, mint a hosszú szárúnak, és kellettek, nagyon-nagyon kényelmesek, és szeretem őket is. Annyira könnyedén kombinálhatóak mindennel. Imádom az ilyen fekete-fehér darabokat, ezekben mindig nagyon jól érzem magam, ezért vagyok legtöbbször ilyen színekben. Eljöttem a rendezvényre, ma bár a fotózás az reggel elmaradt, mert szakadt az eső, viszont az esemény a L'Oréal szuper volt, és gondoltam, hogy ha már itt vagyok ezen a gyönyörű szép helyen, akkor megmutatom nektek az outfitemet. Ezt a kis kékinget vettem fel, őszintén anyukámé nem tudom, hogy honnan van, a fehér kis blazer az About You, és a nadrág pedig azt hiszem Stradivarius. És meg is mutatom most nektek a helyet, ahol éppen vagyunk. Erre a mai napra pedig ezt a piros kabátot veszem fel, Zara, ahogy a fehér kis felső is. Őszinte vagyok, a nadrágra nem emlékszem, és még a címkét is kivágtam belőle, úgyhogy ezt ma nem tudjuk meg. Viszont továbbá még felvettem egy fehér sportcipőt a Pumától, és ez lesz a mai szett.
Nekem nagyon tetszik. Ilyenkor érzem azt, hogy na, akkor megérkeztünk. Továbbá szeretném megemlíteni, csak azért mondom el, hogy honnan vannak a ruhák, hogy pár kérdést így megelőzzek a komment szekcióban. Azt gondolom, hogy bárhol lehet jó ruhákat találni, ami a saját stílusunkhoz passzol, csak nyitott szemmel kell járni. Úgyhogy én mindig nagyon hálás vagyok. Az ilyen szöttekért is. Szia, szombat! Végre jógázni megyek. A kedvenc hölgyeimmel, barátnőimmel megyünk egy nagyon szuper workshopra. Hátrahajlás workshop lesz, amiben nekem amúgy is nagyon sokat kell fejlődnöm még, úgyhogy ennek a mainak nagyon-nagyon örülök, és mutatom is, hogy mit veszek fel. Ez egy ilyen szuper kis kék szett, és a felső, a sportmelltartó pedig így néz ki. Egy ilyen kis sima sportmelltartóról van szó. A kis fehér pulcsi félesség pedig a New Yorkerből van. Ősrégi darab, de ilyenkor az edzős ruhára tök jó felvenni, azért annyira meleg nincs kint még, hogy csak így egy szál jogaszedbe mászkáljak. A zoknim pedig, nem tudom biztosra, de azt hiszem Houndem, és természetesen felveszek még egy kabátot is, azt is mutatom. Nos, ez a kabát egyébként kifordítható, szóval mindkét felét lehet használni. Van egy ilyen oldala, ahol itt van egy ilyen kis jel, egyébként van zsebe. A zseb miatt szoktam inkább ezt az oldalát használni. Viszem még a kis sportáskámat is, tele van minden jóval, és irányjógezni. Egyébként a sportáska pedig Under Armour és az About You-ról van. Nos, így a hétnek a végére egy csinosabb összeállítást hoztam még. A kabátom az About You-tól van, a fehér kis ruha a Tezenisből, a táska az egy Aldo táska, a cipő, ez a szép hosszú szárú csizma pedig a Sebastianóból van, úgyhogy irány enni, nektek pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a kis videó, és találkozunk a következőben. Sziasztok!